Azért jöttem ide, mai adására készülve egyre inkább erősödött bennem a felismerés, hogyha kis túlzással is, de a mai kárpátaljai népzenészek közös pontja Szalonna. Pardon, Pál István Szalonna és a Pál család, valamint a Péter Falvi népzenei és néptánctábor. A Csipkés együttes is az ő köpönyegükből bújt elő. Legalábbis ők terelték, terelik a mai napig is az együttes névadóját, vissza a zene, a népzene felé. Ismerjék meg velem őket, a Csipkés együttest. Egyik unokatestvérem, a Perruk János, azt mondta, hogy István, gyere csak, azt mondja, Péterfalvára el egy népzenei táborba, Szalonna, ismered? De hogy ismerem, onnan ismerni? Aztán meghallgatott, hogy mi van ott, vagy hogy van, aztán mondom, Janikám, én már azóta nem játszottam, már hány éve. Tehát ezt úgy képzeljem el, hogy a katonaságban volt ez a 40 fős zenekar, leszerelt, és onnantól kezdve egy nagyon hosszú ideig hangszer se volt kézben. Na és akkor így lett, hogy... És Péterfalvára aztán felnőtt fejjel. Persze, már kocsim volt, munkám, meg... Miben foglalkozott? Mezőgazdász vagyok különben, farmer, úgy mondják itt nálunk. Úgyhogy még most vágjuk a fiúk, hál' Istennek két fiam, aztán vágjuk a kukoricát, én megint zenélek. De hát azt mondta, hogy apu, menj csinálni, amit szeretsz. Úgyhogy két fronton dolgozom. Most már jobban szereti a zenélést egyébként? Hogy mondjam, a zenélést szeretném többet. Ez inkább egy hobbi, plusz egy kis Kárpátaljáról szerzett, meg idevaló, egy olyan, hogy mondjam, vissza a gyökerekhez, szóval valahol felelősnek érzem magam azért, hogy amin van, adjam át, és éppen ez pedig a népzene. Mivel tudom, hogy ritkulnak a soraink, tudom, hogy külső nyomás van ebben kapcsolatban, ha nem a magyar állam. Hát igen, meg Pisti Szalonna, meg ez most már úgymond ez a légkör, amiben én is benne vagyok. Hát nagyon sovány lenne a magyar kultúrának, a magyar népzenének, néptáncnak a jövője. Itt nálunk Kárpátalján megalakult 13-ba megalakult a végén, 14-ben inkább tavaszán megalakult vagy 13 őszén a Csipkés zenekar, és így aztán ezzel foglalkozom, a zenekarnak a neve az tőlem eredt, vagyis rám ragadt, mint primársa. Hát de hogy? Hát honnan jött? Molnár István? A Csipkés, igen. Hát a Csipkés név az úgy történt, mondom, hogy szerettem focizni még gyerekkorban is, és akkoriban nem voltak olyan nagy, hogy mond, ilyen járművek, mint bicikli. Egy volt a családban, nagyapám volt, ő járt a Kolozba dolgozni, és akkor volt szabad, mikor ő hazajött, letett a házfal alá, én meg egyből alig vártam, már húztam el rajta. Csak kicsi voltam, a bicikli meg férfi bicikli volt, váz alatt tekertem, elsősorban úgy mondták, hogy olajozták, kulimáz, tiszta kulimáz volt a lánctól a nadrágszára, plusz be is kapta, és mire odaértem, én szétrifeltem a nadrágalját. Na, már a fiúk vártak, tudtam, hogy menni kell focizni a kert alá, úgy mondtuk, a kertünk alá a legelőre. Na, és akkor így lett. Egyik városi sráca még szintén akkor itt pihen Gálocsba. Így azt mondja, nézd már, milyen Csipkés. Majd meg akkor nem tudta, hogy ezzel egy, az zenekarnak egy nevet ad. Szóval így maradt rám ez a csúf név, úgymond, Csipkés. Na, és mivel akkor így lett a nadrágommal, rám ragadt ez a név, és aztán így ráragadt. Átadtam a zenekarnak is. Tulajdonképpen egyből jött ez a név? Vagy, egyből. Vagy egyből. Ez egy kicsit kérdés, olyan is, hogy Csipkés, Csipke, kis népi is van benne motivum. Szép is a Csipke, jó is a Csipke. Igen, a másik
meg hát én vagyok az, így hívnak, így szólítottak a környéken mindenki, aztán nem lehetett, akkor lehetett volna más, de akkor éppen én rám illett ez, mivel én voltam vezető. Mióta tagja a zenekarnak? Zostanie 5 rokov. 5 évvel ezelőtt csatlakoztam, és nagyon örülök annak, hogy a barátaimmal magyar népzenét játszunk. Nálunk édesapám magyar volt, de mivel édesanyám ruszin volt, ezért otthon ruszinul beszéltünk. Én mindent értek magyarul, de beszélni sajnos nem igazán tudok. Inkább játszok valamit, és a zene által fejezem ki magam. Nagy örömmel játszom a zenekarban kezdetöktől fogva. Nagyon sok mindent elértünk már, sok koncertet adtunk, és úgy gondolom, hogy ha lehetőségünk lesz, ha Isten is úgy akarja, akkor a jövőben is játszunk még majd. Mi az erőssége ennek a zenekarnak, ami esetleg megkülönbözteti a többi népzenét játszó együttestől? Miben, mi az, amiben önök igazán jók, vagy ez a zenekar igazán jó? Коли музиканти розуміють один другого з півслова. Az, amikor a zenészek félszavakból teljesen megértik egymást. Amikor a prímás muzsikája után mennek a többiek is, az nagyon szép tud lenni, bármilyen együttesben. Különböző magyarországi tájakról származó zenét játszunk, és mindig meg tudunk egyezni abban, hogy miként játsszuk azokat. Ön szerint 30-40 év múlva lesz még ez a zenekar? Azt én nem tudom. Azt csak az Úristen tudja. Hogyha lesznek olyan zenészek, akiknek lehetősége lesz népzenét játszani, akkor lesz. Mi csak azért vagyunk felelősek, ami a jelen időben történik. És úgy gondolom, hogy sokat megtettünk, teszünk, és még sokat fogunk tenni a magyar népzene érdekében. 30 év múlva. Hogyha a Jóisten megsegít, akkor lesz még. Hegedű, harmonika, bőgő, ének. Táncos nem volt még konkrétan, aztán már csak mikor ki táncos pár, és aztán jött még hozzánk harmonikás, megkeresett minket a mostani cimbalmosunk, és aztán már így meg is maradtunk, szóval az alapzenekar, ja, és jött a brácsásunk, aki szintén egy nagyon régi zenész, csak gitáros volt. Na és akkor érdekes volt, mert vettem egy kínai brácsát, és azt a kezében nyomtuk. Na Ferikém, itt van, majd megismerkedhetünk vele, ezen fogsz játszani. 6 húró, menjek át 4-re, most meg már 3-an van, mert a román brácsa az 3 húros. Na, mindig viccelődünk, hogy már egyet elpasszoltál egy húrt. És így nagyon jól összemelegettünk, aztán a bőgősünk is kiment Vácra tanulni, helyébe lett egy másik, mind úgymond magyarok, helybeliek, Ungvár, Császlóc, Téglás, Gálocs, ezek a... Tulajdonképpen azt kérdezem, hogy hova valósul a zenekar? Gálocs, a zenekar oda van bejegyezve Gálocs, aztán lesz jogi személy, mint Csipkés együttes. Gálocsban, ahol én lakom, az egy 12 kilométerre lévő Ungvár melléki falu. Oda van bejegyezve a saját házomba az együttes, és többi tagok meg ezek tagok. Szóval így én szerintem el vagyunk. Gondolom, hogy ha ön ezt nem csinálja majd, vagy valami oknál fogva nem tudja csinálni, akkor ez a zenekar, ez tulajdonképpen ennek annyi is. Hát sajnos vannak ilyen gondolataim, de nem fogom könnyen megadni magam. Nekem van egy olyan tervem, még csak bírjam szusszal, meg jó Isten adjon nekem még annyi évet, hogy ki tudjak nevelni egy fiatal
utána való ebből a generációból egy fiatal hegedűst, amelyik esetleg hasonló van, hanem ezt akkor egy alakítson egy másik zenekart, hogy legyen itt ezen a Zungvár környéken egy másik ilyen, vagy ugyanez a zenekar. Nem van szóval esély az utánpótlásra? Fogjuk keresni, fogjuk látni, hogy mi lesz. Soha nem mondta, hogy soha. Én is azt mondtam, hogy már büdös életben én már nem fogok. Érdekes sztori volt, mikor szalonához elmentem, vettem, ugye nem is szégyeltem menni hegedűvel az első táncházba, vagy az oktatásra, amikor mondták, hogy menjek, csak elnézem széjjel. Hát vettem magamnak egy kínai brácsát, tokkal együtt, és ahol mentem, de vittem, volt már azelőtt egy hegedűm, közben bekerült a hegedűm, onnan is volt, igen, Papaják András volt egy butorkészítő Ungváron, és ott a szegről egy, háromból egyet leakasztottam, aztán úgy lett egy tiszta új hegedű, de aztán azt is használtam. Azzal kezdtem el a csipkés pályafutását. Képzetlen voltam, meg úgy is éreztem magam, hogy nem vagyok odavaló még. Na mondom, hát akkor, ha nem egy hegedűvel, mert az hegedű, hát veszek egy brácsát, aztán már eleget teszek a kérés, az unokatestvérem kérésének, hogy szétnézek, hogy mi van. Be is osztottak, mint brácsa tanulót Karas Gyulához, a Péterfalvi zeneiskolába, mondták, melyik szobába menjek be, mindjárt jön a Gyula. Jó. Bementem, az egy négyhoros tradicionális klasszikus brácsa, hangja nem sok van, ugye ez kínai, gyári valamilyen hangszer, még most is megvan, csak már nem használom. Bementem onnan, és akkor elkezdtem rajta hegedülni, nem ment nekem az a brácsa. Aztán erre meghallott a szalona folyosón, hogy te Gyuli, majd már ki játszik ott azt, hogy a brácsa hegedít. Hát bejön a Gyula, azt mondja, hogy hát az István bácsi, azt mondja. Hát azt mondja, nekem szalona. Jó, Gyula fel is adott egy pár akkordot nekem, de nem ment az nekem. Azt mondja a szalona, hogy este táncház lesz. Nem mondom, rendben, de hozzon valami hegedűt is. Elmentem oda, és akkor az elején, mikor kezdődik a táncház, ő egy bemelegítőt a szalona és bandán játszottak, a nagy klubteremben, hol kezdődött a táncház. Na, gyere velem, azt mondja. Úgyhogy bementünk a kávézóba, azt mondja, na most én fizetek. Meghívlak egy fél deci konyakra. És akkor jössz, én is iszok veled. Na, azt mondja, ígyunk a primásokra. Mondom, Pisti, én szerintem ez nem helyen való, hát most nem tudom, kitartasz itt primásra. Én iszok rá, szívesen tudom, hogy most már azóta megismertem nagyjából, hallomásból, hogy ő a szalonon meg, stb. És nem, én azt mondtam, ígyunk a primásokra. Tehát, majd elsírtam magam, mondom. Igaza lett. Hogy kerültél a zenekarba? Az úgy volt, hogy a Molnár István felkeresett a tanítványommal. Hát ez egy nyári este volt otthon. Beültek az autóba, leugrottak, és feltették a nagy kérdést, hogy nem-e szeretnél a csipkés zenekarnak a bőgőse legyél. Vagyis a tanítványodat kéne helyettesíteni, mert úgy döntött, hogy a tanulmányit Magyarországon akarja folytatni. Hát így beleegyeztem. Egyből? Nem voltak fenntartások? Nem, egy fél órát beszélgettünk előttem, de lehet az egy óra is volt, jobbra beszélgetés, balra, mivel jár, stb., hogy elevállalod, nem vállod el, mert ez utazással jár, meg fellépés. Hát hál' Istennek szakmában ezért hamar szót értettünk. A népzenével neked milyen kapcsolatod volt ezt megelőzően? A magyar népzenével nem sok. Mégis egy népzenei együttes keresett meg, hogy legyél a bőgősük? Igen. Érdekes. Igen. Tanulmányaim alatt ismert volt a népzene, csak nem annyira a magyar, inkább a hát szakközépiskolában az, inkább az ukrán népzene. Na de mivel már tagja lettem a zenekarnak, bővebben elkezdtük, úgy mondjam, boncolgatni a magyar népzenét, már különböző tájegységeket, magyar nótát, magyar muzsikát, na meg az ilyen szórakoztató, mulatós zenéket. A te életedhez mit ad hozzá az, hogy egy zenekarban jelesül a csipkésben zenélsz? Ad-e valami pluszt, amit máshonnan nem tudsz egyébként megszerezni? Hát ez egy igen bő kérdés, erre kicsikét.
szivárványos színeket, kaloritást, hát és egy rengeteg új élményt. Maga a társaság milyen? Nagyon egyetértünk, mert negatív rezgések nincs köztünk. Egy összetartó. Lényegében egy hurompendül az egész társaság. Értem. 30-40 év múlva szerinted lesz még ez a zenekar? Hogyha nem, esetleg nem is ilyen felállásban, mint most van, de szerintem lesz. Ennek az együttesnek, ennek a zenekarnak, a Csipkésnek mi az igazán erőssége? Akkor mit tudna mondani? Mi az, ami megkülönbözteti a többi népzenét játszó együttestől? Mi az, ami esetleg egy kicsit különlegessé teszi? Elsősorban a kor. A zenének az indítója, meg magába a vezére. Egy ilyen népi együttesben az, ahogy mondta akkor is, Karas Gyula így mesélte nekünk, azt mondja, tudjátok, hogy ki itt a prímás a zenekarban? Az Atya Úristen azt mondta, ezt képletesen mondta, de ez így van. Na, mivel én már 60-on túléptem, és én azt a zenét még meghallottam a falumba, cigányoktól, az akkori zenészektől, mert az mind cigány volt, az bennem maradt, egyértelműen nekem az jön elő, és igyekszem azt játszani, és ez egy alapot ad a zenekarnak. A népzenét, persze én még valamikor, mikor kezdtem el a Csipkést, azt gondoltam, hát mit kell tanulni, hát én már mindent tudok. A végén persze rájöttem, hogy semmit nem tudok. Annyira gazdag, annyira erős, és annyira szép a magyar 44 talán tájegység, hazudta már nem találtak, még nem gyűjtöttek be, hogy ez lehetetlen mindent átfogni. De a környékbeli énekeket, nótákat, úgy mondtuk, akkor csak nóta volt, hogy mindent tudom, még abból se tudom mindent, meg nagyon sokat tudok. Na és ezek jönnek elő, és akkor ezek viszik úgymond a zenekarnak az erősségét, plusz csatlakozott a Brácsás Feri, Bernát Ferenc, nagyon jó zenész, már most megtanult brácsázni, és ő még idősebb tőlem. Úgyhogy azért szoktunk most már, mint Csipkés együttes, táncázókon kívül lakadalmat, keresztelőt, mit tudom én, esküvőt, ilyen születésnapi bulikat is játszani, mert nekünk aztán minden mehet. Ugye, mert ott az a lényeg, már mondta, igen, népzenei együttes vagyunk, az alapunk a népzene. Tudunk többfajta tájegységet, megtanultuk, de viszont, ha csak van rá mód, és igény, akkor nagyon szívesen kinyitjuk a tárunkat, a népzenei bázisunkat, és abból tudunk keresgélni, bőven van benne. Megtudtam, hogy te Ungváron tanulsz éneklést, de esztrád műfajba. Igen. A kérdésem az, hogy mit keres egy esztrád műfajban tanuló énekesnő egy népzenei együttesbe? Hát azt tudni kell, hogy a Csipkésnek én vagyok már most a negyedik énekese, és amikor az utolsó énekes úgymond elment, itt hagyta őket, aztán beszéltem Istvánnal, megkértek, és így lassan beletanulok a népibe. De az esztrád műfaj és a népzene éneklés szerintem az, amennyire én gondolom, vagy tudom, ez nagyon két különböző műfaj. Persze, teljesen. Igen? Igen, de megoldható, és szeretem, tetszik, lassan meg lesz, úgyhogy. Van esetleg kedvenced, kedvenc dalod, kedvenc tájegységed? Igen, a Szatmári, az én személyes kedvencem. Azt tanultam meg legkorábban velük, úgyhogy így. Thank you.
zenekarnál, mint a Csipkés, ahol felnőttek vannak. Tehát az 50 éves, a 60 éves az ugyanúgy kíváncsi az új dolgokra, kíváncsi más dolgokra, vagy pedig, ó, én nekem, ahogy az előbb fogalmazott, van egy repertoárom, egy nagyon erős, gazdag repertoár, most öreg vagyok én már ahhoz, hogy újakat tanuljak. Mennyire van meg a nyitottság az új tanulás felé? Érdekelve vagyunk, hogy tanuljunk Kalotaszegit is, Szilágyságit is, Ugrósokat, Sárközből, stb. Hogy, mert erre van szüksége, meg kell tanítani, át kell adni a tudásunkat, ez már nem sokból áll, mivel csak egy kicsit változnak a nálam például a vonózás, a dallam is, és akkor így ezt alkalmazunk, mikor mit, úgy állítjuk össze a programot a táncházakba, hogy nem mindig egyformán csak Szatmárit játszunk, hanem vagy Rábaközit, vagy Bődit, hanem keverjük. És akkor így ezt a szint, legalább ebből a térségben át tudjuk adni a fiataloknak is, meg hát nem tudjuk soha, hogy hova kapunk meghívást, és akkor azt nekünk azt tudni kell. Kárpátalján kívül hol léptek föl eddig? Hát Szlovákiában voltunk, még nem jött be ez a pandémia. Hetente 2-3 koncertünk, fellépésünk volt. Falunapokon, vadászbálon. Magyarország? Magyarország szintén, itt a Szatmárban, Kisvárda, Nyíregyházi környék. Meg azon is túl már így fejből, nem tudom pontosan. És bejártuk ezt a részt. Egyszer voltunk úgymond Jugoszláviában, Szerbiában. Mondjuk 20-30-40 év múlva lesz még Csipkés zenekar? Én nagyon szeretem, és azon leszek. Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni. Én szerintem a srácok is, akik velem játszanak, szintén nincsenek ellene, nem lesznek ellene. Ez egy pozitív dolog, hogy ez legyen a neve. Na most, hogy lesz-e? Hát legyen. Legyen, mert ez szerintem nagyon szükséges. Itt egy generáció kimaradt. Most már a kicsiknek óvodákból is adjuk elő a táncházat, a népzenét, stb. Újból próbáljuk őket felpiszkálni, és annak ellenére, hogy az itteni kormány nem nagyon tapsol azért, hogy mi magyar környezetben magyar népzenét adjunk elő, de egyelőre még nem tehetnek semmit. Már még régen kellett, hogy Kárpátal ne legyünk, de ez még mindig vagyunk. Hogy miért? Én szerintem ezért, mert ilyen dolgokkal foglalkozunk. Az én részem az a népzene, a néptánc, a táncház, amivel tudom segíteni a saját nemzetemet. A zene mindig örökké változó. A népzene örök. A kárpátaljai magyar népzene rajtunk, rajtuk múlik. Például a Csipkés együttesen. Egy folyton változó világban egy néha változó, de reméljük örök. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!